Az ünnepi nagybevásárlások nyomán kosárban felejtett pénztárca, gépjárműben hagyott értéktárgyak. Csak néhány veszélyforrás, amelyek miatt könnyen áldozattá válhatunk. A karácsonyi készülődés jegyében a Sárospataki Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztálya a trükkös lopások elkerülésére hívta fel a figyelmet. A rendőrök az úgynevezett csillagszóró akcióval kívánják elejét venni az ilyen eseteknek, a társhatóságok bevonása mellett. Emellett a közelgő ünnepek további feladatok elé állítják a rendvédelmi szerv munkatársait. Elsősorban az akciókat az áruházok, piacok területére szeretnénk kiterjeszteni, illetve nagyon fontos, hogy a korábban már általunk feltérképezett idősek által lakott területeknek a visszatérő ellenőrzését fogjuk végezni a lopások megelőzése érdekében. Itt kívánjuk bevonni társszervként a Sárospataki Gondozási Központot, illetve a Családsegítő Szolgálatnak a szakembereit. Decemberben a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a városban megjelenő hajléktalanokra is. Bár még enyhe az időjárás, egy hirtelen jött fagy miatt ez is a napi teendők közé tartozik majd. A kihűlés miatt fokozott figyelmet kell rájuk fordítani. Munkatársaink megadják részükre a kellő felvilágosítást, hogy Sárospatokon hol találhatók azok az éjszakai melegerőhelyek, amit igénybe vehetik, illetve felvilágosítást adunk részükre, hogy a területi helyeinken hol találhatók azok a krízisközpontok, ahol szakemberek várják ezeket az elesett embereket, és megadják részükre a szükséges felvilágosítást. A Sárospataki Rendőrkapitányság ezzel együtt arra kéri az állampolgárokat, hogy az értékeikre jobban vigyázzanak, közlekedjenek óvatosan, hogy az adventi időszakot ne árnyékolják be az ilyen jellegű problémák.